Na szevasztok, itt ismét Popát. És hát egyből itt vagyunk a negyeddöntőben. És a sorsolások megint elég jók. Egyedül itt egy meccs van, ami szinte biztos, hogy balsz a továbbjutás. Én megkaptam azt, amit a döntőbe akartam, de mindegy. A Manchester Dortmund, Milan Bayern. Azért kemény lehet, valljuk be, így őszintén. És egy másik. A Juventus Chelsea, ami igen nagy rangadónak ígérkezik. Na, szóval jelentkezem egyből a meccsről. Csak egy vágás lesz, szevasztok. Na, szevasztok, itt vagyunk. A Manchester United Dortmund rangadón. Hát, egyből jól kezdődik. Hazai meccsel kezdjük. Hogyha itt kellünk a gólokat, és igyekezni nem kapni, és egyet mindenképp kellene, és egyet nem kapni. Ja. A lesérült Kagawa helyett Kerik játszik, és a padon, ja nem, Hernandez játszik, és a padon kapott helyet Kerik Hernandez helyett. A padon most egy csatárunk külvárdák. Több nem is nagyon van. Rajsz. Mennyivel jobb lenne, hogyha velünk lenne te? Nekünk az aztán szép. Annak ám de úrak a játékba. Jaj, majdnem. Már be lenne semmi. Az azt mondom, benned lehet bízni. Gondolkodtam beszedjen középhátvédbe, de nem, mert Ferdinand és Udics jobban védekezik szögleteknél, meg ilyeneknél. Jó, mondjuk akkor ott van. Na ezt akartuk elkerülni. Égünk. Jó, nem kellett ennyire örülni, mert mindjárt dugok én, sem jövök. Vagy nem. Gyertek már fönn a középpályán, hogy dugjatok. Jó, azaz. Azt már nem tudom összeszedni. Szerencsétlen passz, nem volt ott senki, így a labda gazdátlanul kigurult. Kill. Nagyszerű labda. Hogy megindult, szemmel követni. Komoly fejtörést okoz a védőknek a gyorsaságával. A labdát kap és meglódul vele, esélyünk sincs beérni a gólvonalit. Szeretné megtartani a labdát, de sikerül-e? Ha kemény más lesz azért. Oda. Azaz, Zsóni, fussd le. Azaz. Mekkora. Ez ezzel rángatott és nem fújta volna be. De, meg vinni akartam. De rábasztam inkább, mert... Na bocsánat a kérdés, de rábasztam. Nehogy... Ne legyen még kapuz elő és el belőle. Jó, ki van. Üres ember a jobb oldalon. Na, mégsem, a labdát elveszi.
Jó, vidd. Szép lett volna, ha nem állna be ilyen biztosak. Gyakorolt védőmunka volt. Sérülése dacára ő visszatér, küzd tovább. Abban bízik, hogy majd segít a mozgás és hajtja a csapat szellem. Pécézzünk ki egy adatot, legyen ez mondjuk most a labda birtoklás. A labda birtoklás, hogy tényleg nem vagyunk ott. Csinálom már meg mind. Ígéretes passz. De jól védekeznek. Lássuk ebből milyen kontraakciós ügy. Nem volt rossz, de megállították őket. Messzáson lehet szórakozni, ezt tudja mindenki nagyon jól. Hú, szorosabb, mint gondoltam, valahogy könnyebb volt. Na. Sajon oda figyelt volna, hogy szabálytalan legyek. Megindulj már meg! De jó lenne, ha legalább egy picit arra menne a labda, amelyre én nyomom a gombot. Mert a Dortmundnak idegenben jó az X. Sőt, nekik nagyon jó idegenben az X. Ne lagoljál! Mind az öt festék. Nem van hogy humász itt végig vagy a bandát. Meg ne haj. Mi is cserélünk. Na, kijöjjön. Hozzuk be ezt a jó kis gigszet. Hú, Dominikant, se vagy már formában. Na és akkor hol frissítsünk? Mi a középpályán egyet. Miért jöjjön fel Young. Mi jó. Azaz! Kár lehozni, mindig. Szép gól passz kaptam. Minden esetre most azért szorosabb lehet a küzdelem.
Mekkora. Jan, te is vagy. És én voltam szabálytalan. Götze le, fogadjunk. 10 000 forintot teszek, hogy götze le. Na, jöhet. Mondom a posta címet, jó? Harmadik szívgalmamat kapom, mert sem valaki számolja. És majdnem én lőttem be. Az lett volna a fai. De megijedtem most is. Menj már előre, nem. Szemén a bunkár, foci. Fújd már le. Nem bírom idegekkel. Gyorsan, kontra! Á, még ki volt a kapusuk. Jó, az az kirúgás. És vége! Megúsztam! Hú, gyerekek! Na. Jót izgultam, miatt beletek. Kemény meccs volt, nyertünk. Hamarosan jön a következő rész. Szevasztok!